Ha megválasztanak a teniszszövetség elnökének, akkor azt ígérem önöknek, hogy a következő időszakban mindenkivel a partnerségre törekszem. Nem fogom azt nézni, hogy ki az, aki rám szavazott, ki az, aki ellenem szavazott. Mindenki elnöke szeretnék lenni, és mindenkivel szeretnék együtt tevékenykedni a következő időszakban annak érdekében, hogy a teniszszövetség és a magyar teniszélet megújulhasson. Így kezdte beszédét Lázár János a Magyar Tenisz Szövetség tisztúító közgyűlésén. Az egyedüliként kandidáló elnökjelölt békéről, rendről és egy új korszakról is beszélt, amelyet a 11 fős elnöki tanáccsal szeretne véghez vinni. A közgyűlésen végül 156 igen szavazat érkezett, így a következő 12 hónapban Lázár János lesz a Magyar Tenisz Szövetség elnöke. Én a világ egyik legjobb sportjának tekintem, de azért is, mert kell hozzá lelki állóképesség, fizikai állóképesség, és fejben ott kell lenni. Aki fejben nincs ott a pályán, az képtelen eredményt elérni, képtelen élvezni, vagy képtelen akár győzni, és a győzelem is hozzátartozik el. Ha választanom kell, akkor én nem a versenysportra, és nem a élsportra helyezem a hangsúlyt, hanem a tömegbázisnak a szélesítésére. Iskolatenisz, klubok támogatása, minél több gyerek, minél több jobban képzett edző, minél több ember szeresse meg a teniszt Magyarországon. Ez lehet a célkitűzés, a reális célkitűzés. Ugye ez a sport mindig közösséget épít, és a teniszegyesületek, teniszklubok is közösségeket jelentenek, és azt is szeretném, ha ott normális közösségi élet lenne mindenkinek, amatőröknek, szenioroknak, vagy éppenséget társasági teniszgyakorlóknak. A tömegbázis növeléséhez azonban hosszú út vezet még, így a távlati célkitűzések előtt először rövid távon kell gondolkodnia az új vezetésnek. Az első lépés az a múlt lezárása és az adósság rendezése. Ugye nem csak békét kell teremteni, hanem rendet is. Én azt gondolom, hogy az elnökség összeállítása és az a kommunikáció, amit itt folytattunk, alkalmas lehet a béke megteremtésére. Mi senkit nem akarunk legyőzni, én senki fel nem akartam győzelmet aratni, én Bardoszky Kornélnak is együttműködést ajánlottam és ajánlok a jövőben is. Velem mindenki tud beszélni, én minden megegyezésre és konszenzus teremtésre készen állok. A rendteremtés egy nehezebb dolog, mert 3,5 milliárdról ír a sajtó és beszél a szakmai nyilvánosság, ami elrendezetlenség a teniszszövetség életében. Ez egy probléma szerintem. Ezt meg kell vizsgálni, hogy miből adódik. Ennek két lába biztos van. Vannak külső tartozások, amelyek szállítók felé állnak fönn, az friss pénzt igényel, azonnal szinte. Másrészt pedig van a kormánnyal egy elszámolási vitája a teniszszövetségnek. Ha objektívek akarunk lenni, akkor hozzátartozik a valósághoz az, hogy az elmúlt 9 évben a teniszszövetség jól dolgozott, Szűcs Lajos jó munkát végzett az én véleményem szerint. Ez egy más kérdés, hogy a magyar tenisz is olyan sport, ahol ha nincs pénz, az az egyik nagy probléma, ha van pénz, akkor az még nagyobb probléma. Tehát a pénzkezelés kultúrája, vagy a pénzfelhasználásnak a módja, mikéntje, az nyilván megosztotta a tenisztársadalmat. De a remteremtés az egy fél év, december 31-ig. Szeretném a pénzügyi kérdéseket rendbe tenni és lezárni, és szeretnék egy szakmai programot is, egy nagyon egyszerű és nagyon rövid, nem túl bonyolult szakmai programot elindítani, amely 2020-as év második felére, a 21-es évre és a 22-es évre vonatkozik, fejlesztési célokat, működési célokat, edzőképzés beindítását illetően. Azt szeretném, hogyha a szakmai kérdésekkel teniszezők foglalkoznának. Szerintem a Bardoszky Kornélnak és Sávolt Attilának ebben szerepe kell, hogy legyen, mint minden más komoly képességgel rendelkező teniszezőnek, teniszvezetőnek, edzőnek, sportvezetőnek, de a béke megteremtésében, az együttműködés kialakításában, egy új működési pénzügyi struktúra felállításában, vagy a múlt lezárásában szerintem az a helyes, hogyha olyan emberek vesznek részt, akinek nincs napi érdekük ebben. Nem voltak részesei az elmúlt időszaknak, és nem akarnak kivenni pénzt a teniszből. Olyan embereket kértem fel, akik önálló, független emberek, nem azért jönnek ide, hogy pénzt keressenek a tenisszel, hanem a fölkészültségükkel, a hitelességükkel, a kapcsolatrendszerükkel és a tudásukkal tudják erősíteni a magyar teniszt, segítenek az elszámolások megvalósításában, segítenek a pénzszerzésben, és segítenek abban, hogy hogyan lehet átlátható, mindenki által hozzáférhető és számon kérhető módon irányítani ezt az egészet.